Minecraft, de a mobok fenyegetnek. Igen. Szóval betettem, hogy mondtam Minecraft-val, ami átváltoztatja a barátságos mobokat szörnyen fenyegetővé. Így kell kijátszom a játékot, kezdjük is. Jó, hát kezdődött is a kihívás. Igazából fogalmam sincs, hogy pontosan mit kéne várnom ettől a mobtól. Annyit tudok, hogy minden mobtól majd félnem kell, de sajnos ennyibe kimerül a tudásom. Egyébként nagyon nagy szerencsém van, mert nem látok sehol se mobot, szóval ez lehet egy jel arra, hogy én nekem itt most biztonságban kell maradnom egy kis ideig. Legalábbis addig, ameddig megcraftom az alap dolgokat. Ó, amúgy itt egy bánya. Nagyon jó, most már van szenem is. Király, most már van fákjám is. Viszont ennyire nem akarok előre szaladni, feljövök a felszínre, ahol már beesteledett. Jó, de igazából itt egy malac, és ez nem úgy tűnik, mintha ez bántani akarna engem. Na mindig ezt meg is ölöm. Letátettem verve, és nem is működik ez a mód. Jó, inkább gyorsítok kaját, mert itt az éjszakát elég nehezen fogom túlélni kaja nélkül. Jó, hát kicsit arrébb pattogtam itt az erdőbe, de viszont nem tudom, hogy miért nincsenek ilyen veszélyes mobok benne, mert elvileg amúgy bent kéne lenniük valamiknek. Hát de nem tudom, apot repül valami. Micsoda? Az egy pisztolyos mélyecske, what? Jó, akkor lehet mégis benn van ez a mód, csak így ritkábban lehet őket tánt. Jó, igazából nekem ez könnyíti a dolgomat, mert... Mi az mi? Jó, mindegy, inkább visszamegyek meg, talán megkeresem a bányámat, mert úgy tűnik, hogy ezek most kezdtek el így leteremni a világra, vagy nem tudom, hogy mi... Úristen, itt egy teenager teknős! Azt a neveg értem, ne. Jó, megtámadom, gyere. Au! Jó, kapja, oké, lekritelem. Miért van itt, miért, nem tudom miért harcolok most Raffaellóval, de... Most hát az a neve, nem a piros teknősznek. Jó, hajj meg, jó, megöltem! Ne tudjátok meg, mennyire megijedtem, és az az mi? Miért repül az égen egy tépózoló szamár? Istenem, mi ez a mód? Viszont itt, ami volt bányában, visszajöttem, és így gyors szedek szenet, hogy azért legyen már egy vasszettem, mert ahogy nem tudom, most ez a teenager technic az annyira nem volt erős, de hát nem tudom, az a tépózoló szamár eléggé fenyegető volt. Itt egy papa. Oh, azt de megijedtem. Ez mi volt? Ez miért robbant fel? És ez nem egy papagáj volt, vagy? Na jó, nem tudom. Mindegy, inkább csak bányászom a vasomat. Ez megint mi volt? Hát nem hiszem el, a szívbajt hozza rám ez a mod. Jó, hát az a helyzet, hogy leállt a felvétel, de amúgy nem haladtam sokat előre, csak kiszedtem pár vasat. Igazából ugyanott tartok, ahol voltam eddig is, és te mi... Úr, atyám! Azt a rohadt úristen! Hú, most rendesen megijedtem. Hajj meg! Szóval annyi, hogy kell még vasat bányászni, hogy szerezek szettet, meg intenzív, hogy begyújtsam a portát. Azt hiszem, hogy könnyebb dolgom lesz, de viszont most így belegondolva, Minecraftban annyi barátságos mob van is, de... itt egy kung fu panda, ja. Hogy nem meglepő az, hogy amikor az összes kicserélődik, hát nem barátságos, akkor ilyen veszélyes helyzetbe kerül a játékos. És az micsoda? Te jó ég, az minek a... Na jó, azt meg kell néznem. Ó, és te mi vagy? Ó, de már! Jó, ez a pajzs amúgy nagyon sokat segít, mert egyébként pajzs nélkül körülbelül instant dead lennék. Oda erre a mezőre szerintem nem megyek le, mert nem a legbiztonságosabb most. Úgyhogy, hogyha lenne egy ágyam, az sokat... Te jó ég! Jó, ez miért ilyen gyors? És ez még nem, mindig nem tudom, micsoda. Ne. Jó, oké, kapott egy hitet. Ez ennyit sebez? Ne, meg fog ölni. Jó, azt a mindenit. Jó, ez rendesen ijesztő, és mi rohangál ott annyira? Az mi? Az egy macska! Az baj, már túl sok dolog történik, és nem bírom. Nem hiszem el. Jó, akkor az lesz, hogy én ide bevonulok egy dobozba, és megvárom a reggelt, mert én így nem fogom túlélni az estét. Na, úgy látom, el is jött a reggel, viszont ez mi volt? Mi robbant rám? Jó, nem, még nyugodtan se beszéltek, mert akármikor, akármi megtámadta, de tényleg mi robbant rám? Mindegy, nem tudom, mi történik. Ez volt, ez a macska. Aha, jó, most meghalsz. Ne, jó, úristen, majdnem meghaltam, jó, nagyon gyorsan kell szereznem kaját, mert így nem fogom túlélni, mert mindjárt meg is halok. Innen erről a mezőről eltűnök, azt mondtam, hogy ne, te menj, tűnj innen. Merre voltam? Jó, nem tudom, mi volt ez. Itt egy bárány, ne hagyj békén, ne, ott egy nyúl. Jó, 50 cucc, én viszont, hogy közel megyek, akkor fel fogom robbantani őket, jó, akkor nem megyek közel. De mi? Ez ijesztő, mint gondoltam, de tényleg, te is, menj már innen, menj innen. Nem már. Nem bírok visszamenni az utcaimhoz. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem. Menjet! Mik voltak ezek a villagerek? Oké, itt. Úristen! Ne. Jó, az a helyzet állt fel, hogy egyre több ilyen mob gyűlt ide össze, és az a legrosszabb benne, hogy már itt várnak készen arra, hogy amikor lejövök, akkor azonnal levadászassanak, mint például most. Jó, eljutok a cuccaimhoz. Nem érdekelnek, fussak már gyorsan, jó, a legfontosabbakat kell felszedni. Jó. Ne, felrobbannak a cuccaim így. Oké, feltornyozom magamat. Jó, viszont cuccaim hátra lévő felét vissza kell szereznem, meg ott van sok bárány, az nagyon jó lenne, mert ha ezt tudnék aludni, akkor talán nem
spawnolna ennyi, hát... Szóval az elsődleges cél az, hogy felszedjem a cuccaimat, aztán meg azokat megöljem, és utána valahogy túléljem. Szurkoljatok! Ó, itt vannak a cuccaim, nem robbantak fel, de jó. Jó, az első küldetés... Az első küldetés sikeresen teljesítve, azt akartam mondani, csak becsámszkíráltam, hogy ez sebez. Ez nem is támad meg, de jó fej. Nézd már. De jó, ez nem támad meg. De, megtámad. Oké, szóval jött a másik küldetés, az, hogy most itt le kell mészára adnom a bárányokat, vagy legalább valamennyit, hogy legyen kajám. Ne, mert ezek nagyon támadtak! Mennyi, jó, kapta. Ó, itt egy kutya, az nem tudom mit tud. Ez utolér! Jó, kapta, úristen, két a lehetőségem. Bárányok, ez az nem támad a kutya. Ennyi a legjobb mob. Ennyi, azt amennyi kajám, na jó, így most meg fog halni mindenki. Oké, úgy érzem, hogy kezd felfelé ívelni ez a challenge. Ó, itt egy bánya. Na jó, ez gyors kis fosztom, most kicsit megijesztettél. Vas az úgy látom, van itt bőven. Oké, úgy tűnik minden megvan. Jöhet a lava pool. What? Ilyen lava poolt még nem láttam sose. Remélem, azért össze lehet ebből hozni egy portált. Oké, kész a portál. Na, itt vagyok a Nether csodálatos világában. És amúgy kíváncsi vagyok, hogy itt vajon lesz-e olyan mob, ami átváltozott. Hát jó, itt is vannak. Ami amúgy nem a legjobb hír, mert ez így megnehezíti a dolgomat. Ne, majdnem meghaltam. Na jó, itt nagyon-nagyon-nagyon óvatosnak kell lennem. Ott egy A betű. Különben itt végem lesz, és ha itt meghalok, akkor hát tudjátok, mi fog történni az utcaimmal. Meg velem, miután az megtörtént. Mi már jó lenne összefutni a Fortress-en. Ó, és itt van, nagyon jó. Jó, most már csak fel kell építenem. Ó, és itt is egy Blaze Spawner, nagyon jó, én erre vártam. Jaj, mögöttem meg egy ló, te menj innen. Megvan az összes blaze rodom, akkor most már csak arany kell, meg piglin. Arany. Ó, és szerintem leszek piglinek is, meg jetpackes lovak. Á, mindegy, ne is törődjetek vele. Ez csak egy szokásos Minecraft világ, igazából csak a Netherbe ilyen jetpackes lovak repkednek. Meg most rám ugrott, és majdnem megijedtem. Ne, nem akarok meghalni, léci, ne. Ja, ez challenge, ezt sajnos elbuktam, próbáljátok meg ti is kiátszani, link a leírásba, köszönöm, hogy nézzétek, iratkozzatok fel, hogy voltam, sziasztok! És ez...